A határon átnyúló útszakasz közel 10 év gyümölcse, emlékezett az útátadón Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a határmenti családoknak lelki megkönnyebbülést jelenthet az út, ám gazdasági szempontból is fontos szerepet tölthet majd be. Amikor úgy döntöttünk, hogy két szakasz, az északi, nevezzük így, északi határszakaszon lesz, ez most a szatmári szemszögből nézve, akkor volt egy ilyen szándékunk, hogy itt a magyar települések esetlegesen Szatmárnémetibe is járhatnak dolgozni, hiszen 10 kilométerre van Szatmárnémeti, ami akkor még talán tűnhetett irreálisnak, most viszont már nem is annyira az, hiszen éppen a fehérgyalmati térségben jelent meg nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt egy munkát szervező cég Szatmárnémetiből, hiszen a határ másik oldala már nem talált elegendő szakképzett munkaerőt. A csaknem 7 kilométer hosszú út azonban a közeljövőben fontos szerepet tölthet be, hiszen Zajta határából indul, majd eléri Nagypeleskét, és az attól néhány kilométerre lévő Lázáriban ér véget. Sajnos még a schengeni határok átjárhatatlansága miatt, amit még Románia szenved, illetve az erdélyi magyarok, partszémi magyarok szenvednek, miatt ez még hát csak fizikai valójában van itt, de reméljük, hogy több határnyitással, és hát inkább előbb, mint utóbb a schengeni határok megnyitásával is, ez az út immáron éjjel-nappal bármikor bárki számára szabadon átjárható lesz. Ezt jelenti számomra a legfontosabb üzenetként a magyar-román együttműködési program, illetve ezeket a projekteket tartom a legfontosabbnak a magyar-román együttműködési programból. A gazdasági társadalmi szempontból is fontos útszakasz összesen mintegy 470 millió forintból épült meg. Itt az a lényeg, hogy két zsák településnek az élete teljesen megváltozna, más gazdasági vetülete lenne, más társadalmi vetülete ennek az egész térségnek, hogyha egyszer valóban működőképes is lesz ez az út. Ez most már nem rajtunk múlik. Ez egy nagy európai szintű döntés, hogyha a schengeni határra válik ez az útszakasz, akkor szerintem érdemes 2 év múlva majd visszajönni és végignézni a házakon, végignézni a turista ösvényeken és mindenen, ami érték ezekben a térségekben. Az útavatás alkalmából ideiglenesen megnyitották a magyar-román államhatárt, az átkelőt szombat éjfélig használhatták az utazók.